Sándor Béla és Nagy Attila séfek a vendégeink, akik már rögtön az elején megzavartak engem, mert most már annyi alapanyagot tettetek ide, hogy nekem férfiként ez már nagyon sok. Tényleg. De igen, mert itt már annyi sok apróság van. Igen. Igen, mit fogtok készíteni? Kétféle ételt fogunk készíteni, egy főételünk lesz egy szűz, egy sertésszűz, és ahhoz fogjuk megcsinálni egy burgonyaterént, lilahagymalekvár, zöldséggyökérrel lesz készítve, igen. És egy crème brûlée lesz készítve nagyon érdekesen. Utána el fogjuk mondani, hogy milyen szezonális alapanyagok fognak belekerülni. Hogy nem a hagyományos lesz? Hát nem a hagyományos lesz. Azt tudom, mi a hagyományos, de majd akkor ezt elmondjátok. Körtével és a sertés ételünk is háromféle textúrában mutatjuk meg a krumplit benne. Úgy most már meg is kérlek benneteket, hogy kezdjétek el pucolni a krumplit. Igen. És csak így ide, így mehet, hogy így? Vagy abba, igen, vagy igen. Keverőt. Csak ide. És addig megkérjük Attilát, hogy mutassa be a sertés ételt. Ez így van, vagy ezen már hártyáztál? Vagy nem, ezt direkt úgy hoztuk el, hogy így lehet megvásárolni bármilyen. Aha. És akkor ott azt már nem kell, igen, hártyázni? Az de ezt le kell, annyi, hogy a sertésszűznél, ugyanúgy, mint egy marhabélszínnél, a fejet leszoktuk vágni, és ezt a hártyát. Hát, mert igazániból az nem a nemes hús része, és igazániból mi csak a törzsét szoktuk használni, és esetleg a leeső részeket, azokat mártásokba vagy ragúba szoktuk elhasználni. Jó, ezt akartam mondani, hogy nyugtassátok meg azért a tévénézőnket, igen, hogy azért azt a levágott részt, igen, is fel lehet használni. Igen, kidobni nem szoktunk semmit, vagy alaplevekre, vagy ragúba, vagy bármi olyanba, ami behasználható, azokat a részeket el szoktuk használni mindenképp. Aha. Most megtudtuk közben, hogy ez a kés, amivel most ilyen gyönyörűen hártyázol, hogy ezzel borotválkozni is lehetne. Hát igen, hogyha elég profi meg van élezve, akkor nagyon erő. Komoly. És nagyon-nagyon ilyen szakszavakat is használtatok. Mi volt a burgonyának a... Burgonya terén? Terén, az mit jelent? Burgonya terén, a burgonyát nagyon vékonyra vágjuk, szeleteljük, és akkor tisztított vajjal és parmezánnal fogjuk rétegezve megsütni. Jó hangzik, igen. Na és akkor a crème brûléről is beszéltek egy kicsit, mert Andi is így látom szakértő ebből a crème brûléről, én vagyok csak ilyen nagyon nem hozzáértő, hogy így mit kérdeztél, hogy így nem az idény dolgokkal? Hát csak, hát nem, hát csak annyi, hogy van a hagyományos. Én nem vagyok szakértője, csak tudom, hogy kell hozzá lángszóró. Meg hogy vannak trükkjei, és hogy mindenki azt hiszi, hogy nagyon nehéz csinálni, de hogyha ezeket a trükköket tudod, akkor utána már megy. Egyébként nem lángszóró, az eredeti receptúrában ez egy francia desszert, ők egy fölhevített réz, egy ilyen hengerrel égetik rá a cukrot. Ez csak egy ilyen Európában elterjedt az, hogy lángszóróval, igen. Aha. Gyorsabban éttermekben, gyorsabban tudják kivitelezni. Mi a trükkje, vagy hol lehet elbukni a crème brûlében? Szerintem a legfontosabb az, hogy a hőmérséklet, tehát hogy hány fokon van hőkezelve. Ezt egy 100 fokon szoktuk vízgőzön, mert hogyha a véletlen a tojás kicsapódik, és egy ilyen rántottás és egy tojás ízű. Ez nem a crème brûlé, ez nem rántott a cukormázó a tetején. Most mind a ketten azt fogjátok, tehát hogy timingoljátok ezt, hát az egészet? Igazából én most úgy kezdeném, ehhez, hogy a tojásokat kettő kellene választani. Aha. És közben van itt kimértem tejszínt, és ezt a fűszerekkel föl kellene forralni, és ezzel fogjuk úgymond leforrázni a tojást és a cukrot. Aha. És ezt ki kell hűteni, és akkor utána tudjuk formában kihőkezelni. Hogyha nem legelső alkalommal készítem, azért akkor mennyi idő alatt lehet egy ilyet megcsinálni, ezt a két fogást például, vagy hogyha egy ebédre akarom ezt a kettőt összehozni, tehát mikor menjek be a konyhába? Jó, én mondjuk reggel 4-kor mennék, amikor még először csináltam, de hogyha nem, akkor mennyi idő alatt lehet csinálni? Szerintem egy 2 óra hossza elég hozzá, hogy ezt a két fogást otthon is meg tudja csinálni. 2 óra hossza? Igen, minimális előkészülettel, igen. Igen, igen. És hogy amikor így néztem, hogy mit fogtok készíteni, hogy akkor a rozéra, nem tudom, az előbb, mert itt annyira pucoltam, hogy beszéltetek erről a rozéságról? Arról nem, a rozéságról még nem beszéltünk. Az úgy van meg elkészítve, és úgy van hőkezelve a hús, hogy egy ilyen medium rare van megcsinálva, aminek a színe rozé színű, és ebből kapta a nevét. Tehát, hogy ez egy kicsit még ilyen kis, hát nem véres, de hogy így a rostok azok... A rostok azok ilyen jól látszanak, vagy ilyen pirosak maradnak? Vagy? Igen, látszik a rost, és a színéből kapta, a nevét is a színéből kapta, hogy rozé.
Na várjatok, keresek valamilyen törlési lehetőséget. Az itt jó. Van ilyen papír, mindjárt Andinak is adok. Nehogy megszóljanak minket a ninja veri orvosok, akik jöttek ma hozzánk, hogy itt koszos kézzel megyünk át hozzájuk, és ilyen... Igen. Közben... Na most megmutattam, hogy kell, igen. Hogy akkor most így nagyon csináljátok tovább. Én meg pucoltam nektek, mint egy óra alatt ezzel a berendezéssel. Jövünk majd vissza hozzátok, és akkor megnézzük, hogy mit sikerült belőle. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk.